Jó estét mindenkinek! Vigyázat, ez bonyolult, de nagyon érdekes és globális téma. 2017 nagy pénzügyi története a kriptovaluták. Azaz a papíron nem létező, de ma már pénzben is egyre értékesebb internetes pénzek. Kezdődött a bitcoinnal, de ma már 1000 szám létezik belőlük. Sokan verik a fejüket, hogy miért nem vettek réges-régen például bitcoint, és akkor már gazdagok lehetnének. Ma este megpróbálunk eligazodni a kriptovaluta világban. Szabó Dávid, a Hold alapkezelő egyik vagyonkezelője, Pataki Gábor és Mogyorosi Attila mindketten kriptovalutákkal foglalkoznak, mindháromnak jó estét, de legelőször bevezetünk a kriptovilágba íme. Luxusautó játékpénzért már ez sem kizárt. Ezen a magyar autókereskedő honlapon bitcoinért lehet megvenni ezt a tűzpiros Ferrarit. Elment az eszük, éppen ellenkezőleg. 2017 elején egy bitcoin értéke 1000 dollár volt, ma már ennek 14-szeresét csaknem 14 ezer dollárt ér. A 8 évvel ezelőtti árhoz képest pedig még ennél is nagyobb, forintban 200 ezres a különbség. Vagyis ha valaki akkor 10 forintért bitcoint vett, az most több mint 2 millió forintot ér. Ennek alapján pedig sokan azt gondolják, megéri befektetni a digitális pénzbe. A bitcoint és a mintájára később létrejött internetes pénzeket kriptovalutáknak hívják. Az jellemzi, hogy nincs belőle sem érme, sem pedig papírpénz. Az egész csupán egy számítógépes kódsor. A rendszer alapjait 2008-ban a pénzügyi világválság kirobbanása után publikálták. Akkor, amikor a bankcsődök miatt a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom romokban hevert. A bitcoin és az ennek hatására kialakult új kriptovaluták éppen ezt a bizalmat igyekeztek helyreállítani. A rendszer úgy működik, hogy ha az egyik tagja utal egy másik tagjának, akkor azt az összes felhasználó látja, mivel a tranzakciókat egy teljesen nyilvános globális főkönyvi számlán vezetik, míg az ügyfeleket titkosítják. Éppen ebben más, mint a hagyományos bankrendszer, amelyben a tranzakciók titkosak, a számlaszámok és a hozzájuk tartozó nevek pedig hozzáférhetőek. A bitcoinnal kapcsolatos különböző pénzügyi műveletekről vezetett főkönyvi számlát a rendszer 10 percenként lezárja, majd nyit egy újat, amit 10 perc múlva szintén lezár. Az így létrejövő blokkok mindegyikében van egy utalás az előző 10 perces egységre. Ezeket a blokkokat a hálózat egy hosszú láncra fűzi fel, ezt nevezik blokkláncnak, és mivel a lánc minden eleme utal egy másikra, ezért a rendszer szinte sebezhetetlen. Ezt az egészet a hálózathoz csatlakozó felhasználók számítógépei működtetik, amiért cserébe jutalmat kapnak. A bitcoin esetében például ebből a virtuális pénzből sorsolnak ki közöttük. Mivel egyre többen használnak bitcoint, ma már rengeteg számítógép kell a fenntartásához, ezért profi cégek kezdtek el a bitcoin kibányászásával foglalkozni. Kezdetben ehhez a bányászathoz egy otthoni számítógép is elég volt, de ma már, ahogyan a hálózat egyre nagyobb lett, erre a feladatra hatalmas szerverparkokat hoznak létre erre szakosodott cégek. Így viszont nagyon költségessé vált bitcoinhoz jutni. Akinek volt bitcoinja, az elkezdte árulni, és a digitális pénzekkel az emberek egy idő után már úgy kereskedtek, mint bármilyen más valutával. Ennek hatására az is hozzá tud jutni, akinek nincs pénze arra, hogy a bányászathoz drága számítógépeket vegyen. Azzal, hogy megindult a kereskedés, hatalmas biznisz lett kriptovalutával, és az ezzel kapcsolatos technológiával foglalkozni. Egyes szakértők szerint viszont az internetes pénzek komoly kockázatot rejtenek magukban, mivel semmilyen szabályozás vagy hatósági ellenőrzés nincs mögöttük. A Magyar Nemzeti Bank korábbi közleménye szerint az árfolyam kilengése kiszámíthatatlanná, kockázatossá teszi a bitcoin és más digitális pénzek használatát. Arra is felhívták a figyelmet, hogy ezek mögül hiányzik a hatósági felügyelet, és az esetleg bekövetkező károkért senki sem vállalja a felelősséget. Ebből van olyan 200 kérdés, legalább. Kezdjük azzal, hogy mert itt utálás történt, a szövegben benne volt. Pontosan a bányászás az mit jelent a bitcoin esetében? Bányászok azok, akik fenntartják a hálózatnak a működését. Ez egy nem központosított, decentralizált hálózat. Minden egyes tagnál el van tárolva minden egyes múltbeli tranzakció. És ezek titkosítottan történnek, ezeknek az utalásoknak a
továbbítása, könyvelése. Ők a bányászok, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a rendszer működjön. Nincsen központi számítógép. Én ténylegesen is csinálok valamit, amikor bányászok, vagy pedig a drága, vagy kevésbé drága számítógépemet átadom a rendszernek. A számítógépemnek a videokártyája, aminek nagy számítási kapacitása van, magától elkezd megoldani matematikai rejtvényeket, ezzel hozzájárul a hálózatnak a titkosításához, és tulajdonképpen nem csinálok semmit, egy dolgot nagyon viszont figyelni kell, hogy ne álljon le a számítógépen, mert a sokba kell. Ha nem áll le, elmegyek dolgozni, ő is dolgozik. Én dolgozok, ő bányászik, és valami, és ezzel keresek valamit ezzel a bányászattal. Pontosan. Pont. De mennyit, hogyan? Bocsánat, azért ez nem teljesen biztos, hogy keresni fog ezzel valamit. Tehát egyrészt Bitcoin esetén nem feltétlenül jó a videókártya, ehhez ilyen speciális gépek kellenek már, amit nagyon drágák, ez egyik dolog. Mennyibe kerül egy gép? Hát mit tudom, $1000 nagyságrendileg. Nem olyan életveszélyes. Attól függ, de mennyi bitcoin tudok vele előállítani? Fogalmam sincs. Keveset. A másik, hogy nagyon nagy az áramköltsége ezeknek. Tehát nem feltétlenül igaz az, hogy ezzel feltétlenül keresni fogok. Ennek külön tudománya van, hogy hogyan lehet jól és optimálisan bányászni. Kínában vannak hatalmas bitcoin farmok. Igen, lehet olvasni, meg hallani. Lehet olvasni. Olcsó árammal működnek. Ez a versenyelőnye megvan mondjuk egy magyar bányászhoz képest, akik még a rezsicsökkentés után is, hát itt bizony magas az áramár ahhoz képest, hogy Kínában, amikor egy atomerőművel köt valaki közvetlen szerződést, egy nagy ilyen bányászfarm. A dolog lényege az, jól értezem, hogy bárki bekapcsolódhat ebbe. Igen, és akár úgy is bekapcsolódhatok, hogy nincsen informatikai tudásom, hanem egy felhőalapú szolgáltatásnál vásárolok számítási kapacitás. $100 meg tudom vásárolni azt a jogot, hogy 2 évig nekem az a szerverfarm bányászon. 3 helyen bányászok, 5,5 hónap alatt térült meg az egyik helyen, a másik helyen meg 9 hónap alatt. Csak egy zárójeles kérdés, más kriptovalutákat is lehet bányászni, ugyanúgy, mint a bitcoint? Sőt, igazából azokat, más kriptovalutákat mostanában jobban megéri bányászni, mint bitcoint. Vagy hát mert ez az árfolyam. Ez mondjuk változik. Így van. Minél többen bányásszák, annál inkább nehezebb kibányászni ezeket a blokkokat. Tehát annál komolyabb számítási műveleteket kell véghez vinni, hogy hozzájussunk egy 10 bitcoinhoz. Naponta 3800 bitcoint osztanak szét összesen a világba, és 2140-re fogja elérni a bitcoinnak a maximális számát, ami 21 millió darab lesz, jelenleg 16,7 millió bitcoin létezik. Miért pont 3800-at osztanak szét egy nap? Folyamatosan egyre kevesebbet. Ahogy nő a bányászoknak a száma, és nő a számítási nehézség, egyre kevesebb kerül kibányászásra nap. Ez egy automatizmus, vagy valaki dönt ennek az elosztásáról? Ez egy automatizmus. Tehát azt valaki egyszer leírta korábban, hogy a bitcoin hogyan fog megteremtődni, milyen tempóba fog az idők folyamán megteremtődni. Ezt egy Satoshi Nakamoto nevű, még sohasem látott ember. Így van, ezt leírta, belekódolt abba a programba, ami ennek a bitcoin bányászását intézi, és erre a programba a későbbiekben neki sincs befolyása. Tehát ez el van döntve, ez így fog működni. Miért pont 21 millió? Isten igazából... Tőle kell megkérdezni. Isten igazából csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy ez egy fontos dolog, hogy pont ez a transzparencia bitcoinban, ami a belevetett bizalmat tudja erősíteni, hiszen ahogy itt beszéltük, mind az asztalnál, és aki egy bekapcsolódik a hálózatba, előre tudja, hogy mennyi bitcoin fog megszületni, mikor fognak azok megszületni, mi a maximuma. Tehát van egy olyan transzparenciánk, meg egy előre meghatározott ütemtervünk 2040-ig, amit senki nem fog tudni módosítani. Ez nagyon érdekes, de azt akartam megkérni az előbb, hogy ezek a 10 perces lukak, ez pontosan miért van így? Hogy 10 percig nyitva van, utána bezáródik, jön a következő. Ez valójában egy elméleti 10 perc. Valójában van olyan, hogy 30 másodpercenként születnek blokkok, és van olyan, amikor pedig 30 percig egyáltalán nem születik blokk. Tehát Isten igazából ez gyakorlatilag ez egy számítási kérdés, hogy mikor születik meg a következő. Ez egy átlag. Annyiban igaz, tehát annyiban ez 10 perc, hogy ez jó. Átlagosan 10 perc, és erről Satoshi Nakamoto döntött, amikor a programját megírta. Ha én holnap reggel azzal kerek föl, hogy akarok venni bitcoint, akkor mit tehetek? Ha bitcoint szeretne vásárolni, akkor
Hát azt gondolom, hogy pár alapvető lehetősége van. A hősidőkben ugye nagyon gyakran az volt, hogy az emberek egymás között cseréltek. Ez már nem is hősidő. Szerintem ez már nem. Szerintem a tavalyi évvel kiléptünk a hőskorszakból, de szerintem ezt, aki foglalkozik vele, az megerősítheti, hogy egy olyan népszerűségre tett szert a bitcoin, ami után már ez a kezdeti inkubációs szakasz szerintem lezártnak tekinthetjük. Ez már egy ilyen... Tehát? Egy korai érettség. Ez egy korai érettség. De hát hogy veszek bitcoint? Készpénzért, magánszemélytől, ha szeretne, nem feltétlenül szoktuk ajánlani, nagy nemzetközi tőzsdéktől, akik nagy likviditást biztosítanak, de nyilván ez azoknak éri meg jobban, akik nagyobb mennyiségben szeretnének. Magyarországon is több automata van már, ATM vagy bitcoin ATM. Szóval lehet, köszönöm. Igen. Ha eladni akarok bitcoint. Van nekem bitcoinom, szeretnék forintot. Ugyanez az útja. Magyar vállalkozások is jöttek erre már létre, ahol lehet bitcoint készpénzre váltani, vagy készpénzért, magyar forintért bitcoint váltani. Besétálok egy ilyen vállalkozás, azt mondom, itt van a bitcoin, van. Amit nem tudok megmutatni. Nem. De ő tudja, ellenőrizd úgy, hogy nekem van-e. Egész pontosan tudja. Hiszen ez teljesen publikus, ugye, ahogy itt elhangzott a felvezetőben is. És mozdíthatatlan a rendszer. Szóval hol biztos, hogy hinni lehet. Így van. Ő átutalja ezt egy bankba, ha kérem, forintba, dollárba, bármibe. Így van. Ő megadja a bankszámlaszámát, ez a vállalkozás megadja a bitcoin címét, ha oda megérkezett a bitcoin, akkor cserébe indul vissza. Mit szól ez az adóhatóság? Adózni kell. Aki árfolyamnyereséget realizál, annak a személyi jövedelem adójába ezt fel kell tüntetni. De ő, nem ő a bitcoin nem látja, nem is tud róla soha. Nem. Legfeljebb a forintot látja. Hát az éppen elég, nem, ha látja a forintot. A tőzsdeikereskedési rendszerekben történő üzletkötéseknek van nyoma. És hogyha egyszer kikerül az én értékpapír számlaszámom, ez ugye az értékpapír tőzsdénél ez az azonosító, ebben az esetben a tárcámnak a száma, akkor bárki bármikor visszamenőlegesen meg tudja nézni. Ma is látszik az interneten, hogy nekem 50 darab coinom van, és az is látszik, hogy mikor, kinek és mennyit utaltam. Tehát ez nem annyira rejtélyes, mint az ember hinné. Nem, teljesen átlátható. Alaptények hozzá. Tehát adózni kell. Tessék? Adózni kell. Jó. Ha vásárolni akarok vele, és a közértbe azt mondom, ahol ki van írva, hogy euróval lehet fizetni, bitcoinnal lehet fizetni? Vagy lesz majd fizetni? Magyarországon azt gondolom, hogy még elég alacsony az elfogadó helyek száma. Vannak nagyon jó nemzetközi ellenpéldák, mint például Japán, ahol ugye iszonyatosan magas a penetráció, egy tavaszi törvénynek köszönhetően, ahol hivatalos fizetőeszközként ismerték el az országban a bitcoint. Az, hogy a jövőben a bitcoin lesz-e az, amivel mondjuk, nem tudom, a közértben tud az ember vásárolni, erre azért vannak kérdőjelek az emberek fejében, de biztos, hogy lesz olyan kriptovaluta, ami be fogja tölteni ezt a kisértékű tranzakciót. Ha már... Igen. Bocsánat, már azért sem biztos, hogy tudna most jól vásárolni, még olyan helyeken is, ahol elfogadnak bitcoin. Most már a kollégám egy tűzpiros Ferrarit megvett. Igen. A probléma jelenleg az a bitcoinnal, hogy a saját sikerének az áldozata lett. Tehát a bitcoinnak a tranzakciós kapacitása, az azt jelenti, hogy mondjuk hány utalást tudunk a bitcoin rendszerbe egy másodperc alatt végrehajtani. Ez 3-4. Másodpercenként 3-4 bitcoin tranzakció lehetséges ma. Globálisan? Globálisan. Összesen az egész világon. Ez nagyon kevés. És ez azt idézte elő, hogy a bitcoin utalásoknak a költsége az nagyon-nagyon megugrott. Tehát jelenleg egy bitcoin utalásnak csak a költsége az bitcoinba kell kifizetni, de több $10 kerül. Egyetlen utalás? Egyetlen utalásnak. Ami ugye sok ezer forintot jelent. Tehát, hogyha én elmegyek valahova és abból vacsoráznék, akkor csak az utalás költsége, ha bitcoinért szeretnék fizetni, az nagyjából a vacsora árával hasonló nagyságrendű. Egy másodpercre ide visszatérünk, de az előbb emlegette Japánt, ezért muszáj átmennünk két japán szomszédos országba, ahol mind a kettőbe, ha jól tudja az ember, az állam föl akar lépni a bitcoin ellen szemben a japán elfogadottsággal. Gondolok én Dél-Koreára és Kínára. Mind a két országról azt lehet olvasni, hogy nagyon szeretnének föllépni a bitcoin ellen. Miért? Én azt gondolom, hogy a központi szabályozónak mindenképp be kell lépni erre a piacra. Az, hogy szerintem most ez az év lesz az, amikor prókat és kontrákat sokat fogunk látni. Tehát azt gondolom, hogy Japán mellett meg fognak születni azok a pozitív támogató szabályozások, akik tovább fogják erősíteni a kriptovaluták szerepét a nemzeti gazdaságban, és szerintem lesz ellenpéldánk is, mint például most ugye Dél-Korea környékén vannak ezek a hírek, hogy egy nagyon szigorú vagy effektív egy tiltó szabályozást fogunk. Az ember, Kínát az ember érti. Mert vélhetően arról van szó, hogy sokan szeretnék, hogy mondjam, csak nem olyan nagyon fényesen láthatóvá tenni a vagyonukat, mert akkor esetleg gondjaik támadna. Dél-Koreát picit kevésbé. Kínát kevésbé ért.
vagy máshogy kell megfogalmazni. Tehát Kínában az a nehéz, hogy ott tőkekontroll van. Ott nincs az a helyzet, hogy bárki kiviheti a vagyonát Kínából, csak úgy. Viszont bitcoinnal ez lehetséges lenne. És Kínában ezért kezdték el főokból, tehát ez a fő ok annak, hogy ott betiltották a yuanos kereskedéseket, hogy a kínaiak ne tudják kimenteni a vagyonukat külföldre. Betiltották, de egy hónap alatt átment a forgalom Japánba. Meg tehát, gondolom Hongkongba, meg ilyen helyekre. Igen, én úgy gondolom, hogy amit most élünk, az a tőzsde 2.0. Tehát egy globális pénzügyi rendszer van kialakulóban a meglévő globális pénzügyi rendszer mellett. Ezt betiltani nem lehet. Szabályozni igen, és szabályozni kell is. Jó, mindjárt visszatérünk erre a banki összehasonlításra, mert ezt azt gondolom, hogy lényeges, csak még azt szeretném érteni, hogy a bitcoin árfolyamát mi mozgatja? Azzal megjegyzéssel, hogy elemzők ugye azt mondják, hogy nem tudom, az aranyára az 40 év alatt összesen 19%-nyit ingadozott. A bitcoiné viszont 62%-ot ingadozott 2013 óta. Ennek mi az oka? Itt van árfolyam például. Lássuk, hogy mi történt. Itt ugye, amit el szoktak mondani, az, hogy a bitcoin kapcsán ez az arany 2.0, hogy igazából a bitcoin lehet a jövő digitális aranya. És ugye, akik mondjuk nagyon bitcoin pártiak, azért nem szoktak annyira aggódni amiatt, hogy nagyon felmentek a tranzakciós költségek, hiszen nekik az az érvük, hogy hát, hogyha az ember most fizikai aranyat vásárol, az sem feltétlenül olcsó tárolni, vagy egyszerű mozgatni. Tehát a menekülési mondjuk valuta lesz a digitális arany? Az erős hívők azt mondják, hogy a bitcoin lehet ez a digitális arany. Jó, de mitől? Való úr, képzelj el, hogy nincs arany ebbe a világba még, és egyszer csak feltalálják. Hogy fog annak mozogni az ára? Hát úgy fog mozogni, hogy ahhoz idő kell, hogy az emberiség rájöjjön, hogy ez egy szuper ilyen menekülő eszköz lehet, és eleinte kicsi az ára, alacsony, mert kevesen tudnak róla. És akkor egyszer csak ez elterjed a világon, hogy van egy ilyen anyag, hogy arany, akkor annak meg fog ugrani az ára. És lesz benne egy mánia. És szerintem ez zajlik most a bitcoinban. Az teljesen rendben van, van benne egy mánia, fölveri a plafonra az árat. Másnap leesik a pincébe. Ezt kérdezi, de mitől? Egyre többen akarnak mit venni és eladni utána hirtelen, hogy meggazdagodjanak, kérdezem. Ez a keresletkínálat, ez egy ilyen egyszerű dolog, egy keresletkínálat, és nincs olyan fundamentum, amihez lehet viszonyítani a bitcoin árát. Tehát ez puszta hit kérdés, hogy mibe hisz az emberiség. Ezért kell megtanulni a tőzsdei kereskedést, és az értékpapír tőzsdék azok munkanapokon vannak nyitva, és hogyha mond a kedves amerikai elnök egy okosat, akkor másnap lehet, hogy 20%-kal lejjebb fog kinyitni a nagy részvénypiac. De ahhoz nagyon furcsát kell mondani, ami hát mostanában azért szokott. A devizapiac az hétfőtől péntek estig van nyitva a nap 24 órájában, a kriptovaluta piac a hét minden napján nyitva van. És van egy olyan inaktív eladó... 24 órán át? Igen, de még szilveszterkor is kötöttem. Tehát igen, igen. Tehát nap 24 órájában működik. Ez viszont azért előnyös, mert hogyha beállítok egy eladói ajánlatot, egy feltételhez kötött eladói ajánlatot, tehát 20 ezerig fölment a bitcoin, és nekem az volt a feltételem, 7000-en vettem, hogy kövesse az árfolyamot, és a mindenkori legmagasabb árfolyam alatt 3000-rel adja el. De már vannak ilyen jövőre szólható tőzsdei megbízások. Ezt stop loss ajánlatnak igen. Hívják, ez egy inaktív ajánlat, megmondom előre, hogy mi az a feltétel, ami ha teljesül, akkor adja el. Fölment 20 ezerre az árfolyam, és amikor visszaesett 17 ezerre, akkor eladta. Teljesen magától. Nem kellett csinálnom semmit. Vissza szeretnék most térni ehhez a banki összehasonlításhoz. Az ember azt hinné, lehet, hogy tévesen, hogy a bankoknak egy ilyen kriptovaluta, vagy több is, konkurencia. Mert hogy a bankok összességében meglehetősen lassúak, mármint ezekhez átutalásokhoz képest, amikről önök beszéltek, és drágák. Mert hogyha én nem tudom, hogy át akarok utalni innen Johannesburgba vagy Hongkongba pénzt, az nem tudom hány bankon keresztül megy, mindenki keres rajta egy kicsit, én meg tépem a hajamat, hogy hány nap alatt keveredik ez oda. De ha jól értem önt, a bitcoinnál ugyanígy nem drága az átutalás. Igen, tehát hogyha a bitcoin jól működne, akkor sokkal előnyösebb feltételeket biztosítana, mint a bankok. Régebben a bitcoin jól működött, nincs felkészítve. Már nem. Most ezzel a nagy sikerrel, ami most övezi, ezzel most nem.
Tehát ezzel valamit kezdeni kell, ezzel a helyzettel. És van sok irány, ami azt mutatja, hogy hogyan skálázzuk a bitcoint. A skálázás az azt jelenti, hogy kicsiben működik, akkor működjön nagyba is. Hogy ezt hogyan kell megoldani. Amikor ön több eszem első szemét használ, hogy hogyan skálázzuk, az kicsoda? Ez a bitcoin közösség. Tehát ez a ami egy mekkora közösség? Mindenki, akinek van bitcoinja? Nem, ez főleg a programozók, tehát azok, akik a programozókon sok múlik, és a bányászokon, tehát végső soron a bányászok döntik azt el, hogy milyen szoftvert futtatnak, és ezekbe a szoftverekbe vannak bekódolva a bitcoinoknak a szabályai. Megállunk, van egy becslés arról, hogy ez a nemzetközi bitcoin programozói közösség, meg a bányászok, az hány ember? Én azt gondolom, hogy ez 100 000-es nagyságrendű ember. Globálisan. Én azt gondolom. Akkor most másképp teszem fel az előző kérdést, kinek van tartani valója az állását tekintve a bitcointól, mert most elővesszük ezt a blokkláncot, hogy ez mit ígér a világnak. Ez nagy kérdés, hogy a bitcoinról beszélünk, vagy a blokkláncról beszélünk. Beszélünk a blokkláncról, mert emlegették is a kollégáim ebben az összeállításban. Azt gondolom, hogy a személyes véleményem, hogy a blokklánc az legalább akkora találmány az emberiség történetében, mint mondjuk az internet. De erre már nincs 20 perc, minden 20 perc oda beszélget, most fél perc alatt kéne, hogy megmondja. Gyakorlatilag annak kell tartania, vagy félteni az állását, aki bármilyen közvetítő szerepet tölt be két fél között. Ugyanis a blokklánc azt fogja lehetővé tenni, hogy két teljesen ismeretlen ember tökéletes bizalommal megbízhasson egymásban, és nagy mennyiségben cserélhessen értéket, szolgáltatást vagy terméket, anélkül, hogy közvetítőt venne igénybe. Mondjunk egy élő példát. Igen. Van. A legnagyobb probléma a használt autó eladásnál az, hogy mindig visszatekerik az óráját. Blokkláncon megvalósítható lenne, és lesz, van is ilyen most elindult új blokklánc, ahol minden egyes szervizelésnél lehetőség lesz felrögzíteni a blokkláncra, hogy mit cseréltek az autómba, és mennyi volt benne a kilométer. Amikor eladom az automat, akkor eldönthetik az urak, hogy az én automat veszik meg, ami visszamenőlegesen hitelt érdemlően látszik, hogy bocsás, mikor ez volt ma is így van, egy csomó helyen ezt rögzítik, ma is ugyanígy. Igen, csak központilag és nem megmásíthatatlan módon. És ugye a csalás veszélye mindig ugye a decentralizált valutáknál, vagy a decentralizált blokkláncoknál mindig az a lényeg pont, hogy nem egy központi helyen van tárolva az adat, hanem 10 000-100 000 decentralizált. Akkor a blokklánc az azt jelenti, hogy rengeteg olyasmi, amit ma papíron kinyomtatunk, ellátunk ilyen pecséttel, olyan hatósággal, bla bla bla, az mind megszűnik? Igen, szerintem evezzünk át az Ethereumra. Túl sokat beszéltünk egy elavult kriptovalutáról, a bitcoinról. Ez a bitcoin, jó, el is temetjük, vagy hát, még azért maradhat? Szerintem ne temessük. Nem temetem, mert nagyon jó a PR-ja. Figyelek. De hogyha a fejlettségét nézzük, akkor elég silány. Az Ethereum, és említeni szeretném majd a műsorban a Ripple-t is, de az Ethereum... Van rá 6 perc, hogy azt mondjam, akar. Az Ethereum, az okos szerződéseket lehet létrehozni, és az okos szerződéssel, nézzük ugyan egy autós példán keresztül, eladom önnek az automat teljesen a virtuális téren keresztül, és nem egy Lutz kulcs van hozzá, hanem egy kód. És én fölteszem egy autóportálra, és azt mondom, hogy eladom 1 millió forintnak megfelelő Ethereumért. Ha az én tárcámban megérkezik az 1 millió forint bárkitől, automatikusan okos szerződésen keresztül annak a félnek a rendszer elküldi az én autómnak a pozícióját és a kódot, amivel be lehet ülni és lehet vezetni. És ezzel már megtörténik az autónak az átírása harmadik fél nélkül, megmásíthatatlan módon, úgy, hogy én soha többet nem fogok tudni hozzáférni az autómhoz. Ne tarts, hogy kötözködés, a sluszkulcs hogy kerül ez az úrhoz? A sluszkulcs jelenleg is már az utcán állnak olyan autók, amiket tudunk bérelni. Ja, hogy azt gondolja, hogy a sluszkulcsra nincs szükség, mert nem kell. A sluszkulcsra már egyáltalán nincs szükség manapság sem. Ja, gondolom, ugyanez vonatkozik mindenfajta ilyen személyek közötti tranzakcióra? Főleg vállalatok közöttire. Vállalatok közöttire. Hogy mennyi letétkezelőt, ügyvédi irodát, közvetítőt veszünk igénybe, aki azt hitelesíti, hogy önnek a rendelkezésére áll ez a mennyiségű, nem tudom, pénztermék vagy szolgáltatás, és én pedig tudom teljesíteni ennek az ellenértékét. Hát akkor elég sokak állása kerülhet veszélybe, nem? Akik mind adminisztrációval ilyesmivel foglalkoznak. Van már a világon hely, ahol ez ténylegesen történik? Hogyne, sok kísérleti projekt kísérleti van. Igen. Uh-huh. És mi ennek a jövője? Ezért az ember szeretné érteni, mert ezek szerint ön mondja, hogy ez sokkal nagyobb durranás, mint a
mint a bitcoin. Én azt gondolom, hogy a bitcoin önmagában is egy elég nagy durranás volt idézőjelben, főleg azért, mert hogy az indította el ezt a fajta lavinát, vagy a változásnak ezt a szelét az hozta meg, és ez vitathatatlan, sokkal fejlettebb blokkláncok jöttek a 2009 óta mögötte. Az, hogy a bitcoinnal mi lesz, ugye ezt most az ennél az asztalnál szerintem nem tudjuk megmondani. Az, hogy a blokklánc mint technológia itt fog maradni velünk, és át fogja alakítani az életünket, ez gyakorlatilag én alá merném írni most itt. Arról lehet tudni, hogy mekkora sebességgel vagy intenzitással terjed ez a blokklánc? Szerintem a 2017-es év az minden várakozásunkat felülmúlta, legalábbis a miénk. De erre vannak számszerű adatok, melyet mutattunk rengeteg mindenfélét. Hogyha számszakilag nézzük a tőkeértékét, 890 coin volt tavaly májusban. 890? Kriptovaluta volt tavaly májusban, ami tőzsdei kereskedésben részt vett. Ma 1400 van, és a tőkeértéke... Itt látjuk. Igen, a tőkeértéke az 89 milliárdról 700 milliárdra nőtt, és a 700 milliárd... Ma délelőtt mondja a kollégám, aki ezt írta, ez így csinálta ezeket. Igen, az egyáltalán nem sok, mert egy amerikai... számítógépeket gyártó és gyümölcs formájú logóval rendelkező cégnek a tőkeértéke az 900 milliárd dollár. Az össz kriptovaluta állomány jelenleg ér 700 milliárdot, és én azt gondolom, hogy 2018-ban ismét lesz egy gazdasági válság, és ha csak teljesen biztos vagyok benne. Teljesen biztos vagyok benne. Világválságról beszélünk? Nem, világválság, de egy nagyon komoly korrekció lesz az értékpapír piacokon. Én nem ezt mondtam. Kérdezem. Én csak azt mondom, hogy ha a részvénypiacban 20-30%-os csökkenés lesz, és a kamatok alacsonyan vannak, akkor jelenleg a világ lakosságának a 0,5%-a fektetett eddig kriptovalutákba, Amerikában 2%. Ha ez az arány fölmegy 5%-ra, akkor a mostani 700 milliárdos tőkeérték az a sokszorosát érheti. Tehát én úgy gondolom, hogy a 2018-as év az sokkal nagyobb változásokat fog hozni, mint a 2017-nek a második fél év. Bocsánat, hagyjuk meg, bocsánat, sokszorosát, de a töredékét is írheti. Tehát, hogy itt most ne úgy búcsúzzunk el, hogy... A technológiába fektetünk jelenleg be, nem a kriptovalutákba. De az itt elhangzott, hogy micsoda katasztrófa lesz. Felejtsük el a részvénypiacot, a pillanat meg 20%-kal esik. De hát nyilvánvaló, hogy ahol ennyire alacsonyak a kamatok, ott rengeteg pénz van, ami befektetési lehetőséget keres. Nem mindenki műtárgypiacban, nem mindenki ingatlanba teszi. Van, aki keres. Akkor ezek szerint ezért is nő a kriptovaluták iránti érdeklődés. Hát nemrég volt egy ilyen számítás, hogy naponta 20-25 milliárd, 20-25 millió dollár a befolyó vagy beáramló pénz a kriptovaluta piacra, és ugye ennek többszörösével is tudott emelkedni. Ugye volt egy nagyon érdekes amerikai befektetési tanácsadó, aki azt számolta, hogy Amerikában azt hiszem 20 millió olyan ember van, aki 1 millió dollárnál nagyobb készpénz vagyont birtokol. Ha mindenki csak egyetlen bitcoint szeretne, ugye a bitcoin már most nem alkalmas arra, hogy ennyi bitcoin rendelkezik. Rendelkezésükre álljon. Tehát itt ilyen egészen elképesztő számokról tudunk beszélni. Van egy a világ egyik leghíresebb és legnevesebb és legsikeresebb befektetője, Warren Buffett nevű amerikai, aki azt nyilatkozta, most írtam, megszólalt a bitcoinról, hogy ennek csúnya vége lesz ennek a lufinak, közeledik a kipukkadáshoz. Mit gondolnak erről? Én ezzel teljesen egyetértek. A bitcoin, tehát hogy ennek a mániának, ami most folyik, ennek csúnya vége lesz. Abban azt nem tudom, hogy ez mikor következik be. De hogy ez egy ilyen internet lufi-szerű valami. A bitcoin mániának lesz vége, vagy általában a kriptokkal? Ennek nem lesz vége, bocsánat. Az internet lufi 2000-ben kipukkadt. A Nasdaq leesett 5000-ről 1000-re. Akkor az internet meghalt? Nem halt meg. Egyszerűen van egy teljesen új technológia, ami egyszer csak mánia lesz, kipukkad, de attól ez még folytatódik tovább. Én azt gondolom, hogy ez a blokkláncvilág is valami hasonlóan fog működni. Jó, az a kérdésem, még körülbelül egy fél percünk van, egy bő fél perc, hogy a teljes pénzügyi világot a kriptovaluták fejreállíthatják, fenyegetik, lehetnek vetélytársai? Vagy a globális pénzügyi rendszerre gondolok. Fejreállítani nem fogják, de megmutatják az erejét, és a Ripple megmutatta az erejét, hogy hogyan lehet, ahogy felvezette, hogy hogyan kell jelenleg átutalni, mennyire bonyolult egy átutalás. A Ripple-lel két bank 3,5-4 másodperc alatt át tud utalni a világ egyik végéről a másikba. Hongkongba? Abszolút. Ez a Ripple rendszernek az ereje. És mennyire alkalmazzák? És egyre több bank alkalmazza, és nem tudja kikerülni. Sokkal olcsóbb és sokkal gyorsabb. Ripple hány éves? Hát az már vagy 6 vagy 7.
13 szerint. Tehát még azért 4 éves körülbelül. Annak volt egyébként előtörténete. Igen, azért 6-7 éve. Arról legközelebb fogunk beszélni. Köszönjük, hogy eljöttek. Máskor is várjuk Önöket. Köszönjük. Eddig jutottunk. Köszönjük.